Sok szeretettel köszöntök mindenkit a 2013-as Nagy Dunai Árvíz első évfordulóján. Azért jöttünk ma össze, hogy emlékezzünk egy picit, és megosszuk a tapasztalatainkat, amelyek az Észak-Dunántúli Vízműzé RT-nél történtek. Próbálom majd összefoglalni, hogy mi történt egy évvel ezelőtt, természetesen vízmű szemszögéből, hogy milyen tevékenységet kellett elvégezni ahhoz, hogy az ivóvízellátás folyamatosan fönntartsuk, és a szennyvíz elvezetés és a tisztítás is akadálymentesen történjen. Egy gondolat, mint tudjuk, és ezt mindenki tudja, hogy a 2013-as árvíz az 8-13-mal tetőzött, a legkorábbi az, ami legnagyobb volt ilyen szempontból, az a 2002-es és a 2006-os árvizek voltak. Lehet látni, hogy itt 42 cm a különbség, ami már majdnem fél méter ilyen szempontból a védvonalakkal kapcsolatban már elég tetemes méterkülönbséget jelent. Édévízi RT szempontjából ez mit jelent? Itt lehet látni a működési területünkön, hogy alapvetően Komárom, Esztergom megyét fedjük le, kis részben Pest megyére, Bakonyban, sőt, ugye Ér térségében is átmegyünk, és a térségben a Esztergom vízműzemet, alapvetően Dorog és Esztergom környékét üzemeltetjük, ahol érintve is voltunk az árvízzel, és még egy területen voltunk érintve, amiről általában kevesebbet beszélünk, de az Esztergom vízműzem Dunalmás Neszmélyben is üzemeltet, és ott is ugyanúgy érintve voltunk az árvíz szempontjából. Mit jelent ez számunkra? Az ábrán a kis regionális rendszer látható alapvetően, és a fő vízbázisunk a három darab csápaskút és az egy darab ablakoskút, ami a szigeten található. A másik nagyon fontos vízbázisunk az a Karsz kutunk, a Sári sápon található, és található még Dorogon karszvízbázisunk, ahonnan vízátvételt történik az Aqua Európától, valamint a Dorogon is van saját kutunk, a saját kutból is tudunk termelni. Vízátadási lehetőségünk van a DMRV irányába, ez azért fontos, mert Pilisvörösvár, Piliscsaba, Solymár térségében bármikor, bármilyen gondjuk van vízellátás szempontjában, akár árvíz abból adódóan is, akkor ott egy 300-as vezetékkel be tudunk segíteni, egész Solymár, egész Pest határáig el tudjuk nyomni a vizet. Tehát ottani kollégák is úgy vannak felkészülve, hogy a víz továbbítására megvan a lehetőség. És mindezt ugye a központban lévő diszpicser szolgálat vezérli. Amiről kell beszélni az árván, az az, hogy Pilisszentlélekt is mi üzemeltetjük. Pilisszentléleknek önálló vízbázisa van, ott a árvíz semmilyen problémát nem okozott. Hegy van, fönt van a völgyekben, tehát odáig nem megy fel a dolog. Viszont Esztergom térségében sijátosság volt, 2004-ben emlékszünk, volt egy vízszennyezés, és akkor az Esztergomot csak a csápos kutakat tudtuk ellátni. Ezt gondolta, hogy csak ott az ellátásban, és akkor a cég eldöntötte, hogy azt a bizonyos vízáramlás, hogy Esztergomból áramlik a víz Dorog irányába, megfordítja, és a csápos egyesen olyan átalakításokat végzett, hogy a karszkút, akár Sárisápról a vizet be tudjuk irányítani Esztergom térségébe. Innentől kezdve az a kényelmes helyzet állt elő, hogy ha bármilyen probléma van a kutakkal, akár árvíz kapcsán, akár bármiféle esemény, havári esemény jön, egyből át tudunk állni karszvízre, de ha netán a karsztal van baj, akkor Dunavízzel az egész térséget el tudjuk látni. Ez egy nagyon nagy biztonságot ad ilyen szempontból a térségnek a vízellátására való kapcsolatban, mivel nem egy irányú betáplálás, és egy rendszer annál biztonságosabb, minél több irányú betáplálása a ivóvíz szempontjából. Felkészülésünk az árvízre ivóvíz szempontjából és szennyvíz szempontjából nagyon sok dolgot el kell végezni. Alapvetően a áramellátásokat le kell ellenőrizni, tartalék szivattyúkat ki kell helyezni, a fertőtlenítőszereket ki kell vinni a rendszerekben, homokzsákokkal oda kell készülni, mert majd mutatok fényképeket, hogy amikor már árvíz van, akkor már késő nekem a homokzsákot oda vinni. A szigeten ott kell lenni a homokzsáknak, ott kell lenni a homoknak, ott kell lenni a szivattyúnak, a benzinnek, mindennek, mert azt tudjuk csak használni. Csónakokkal nagyon nehéz menteni a menthetőt, tehát mindennek föl kell nekünk készülni. Ugyanígy a szennyvíz területén is tulajdonképpen a csapadékos zsilipeket le kell zárni az átemelőkön, az aknákon, ellenőrizni kell a szivattyúknak a jóságát, kapacitását, áramellátását, és itt térek ki majd arra, hogy például a Primás-szigeten tudjuk nagyon, hogy 600 fölött le kell zárni
a átemelő szivattyúkat, hiszen már Duna olyan magasra jön föl, hogy a Dunát fogom átszívni. Többek között ezeknek az értesítése, lakosság értesítése és egyebeket, ez mind nekünk eddig végigvinne a folyamatokat. Ez egy érdekes kép egyébként, felvétel, mégpedig azért, mert durván a piros vonal mentén történt a elöntés a térségben, vagyis ami a Duna irányába van, az mind víz alá került. És itt lehet látni, hogy a csápos kutak ugye a szigetnek a déli részén helyezkedik el, szintén víz alatt vannak, tehát úgy kellett nekünk az ellátást biztosítani, hogy csónakkal mentünk és csónakkal irányítottuk az egész rendszereket, amikor ellenőrzés volt. Maga az árvíz folyamán egyébként folyamatosan mindig ellenőrzések vannak, tehát naponta kétszer megy a víz mintavételezés, a gépeket folyamatosan ellenőrzik a kollégák. Tehát nem csak az automatika rendszert látja, hanem alapvetően fizikailag is oda menjünk és ellenőrzünk, ami egy nagyon nagy biztonságot ad megint a rendszerben. Ezt egy rajzot kivetítettem és készítettem arra, hogy miről is beszélünk. Lehet látni a négy kutat, ami víz alá kerül. Lehet látni továbbá, hogy a rendszerben a Csápos 1-esen ezen a ponton kapjuk meg a karszvizet, és a Eszeron városnak a betáplálása ezen a három ponton megy, a Pöltenberg utca irányában, a Tánti út irányában és a 400-as vezeték főmérő Dobogóki útra, és így kerülünk meg a város, így tápláljuk be a városi ivóvízzel. Ez azért fontos ez az ábra, mivel már előre föl kell készülni nekünk arra is, ha netán az árvíz alatt bármilyen csőtörésünk van, akkor kapásból gépek leállításával már fölkészülünk arra, hogy vizeket úgy kormányozzuk, hogy ne legyen probléma vízellátás szempontjából, és szinte vezetékeket a kutakhoz kötjük hozzá. Ebben az havári esetben, ez két hétig egyébként minden össze van kötve mindennel alapvetően. Ez egy nagyon jó kép ilyen szempontból, ez a Csápos 2-esen készült kép. Éppen vízmintavételezés történik, csónakkal mennek a kollégák vízmintát venni és ellenőrzik a laborban, de lehet látni, és ezt azért tettem be a képet, hogy ahol a kolléganő ül, addig árvízmentesítve van a kút. Vagyis még durván már több mint egy méter, még másfél méter majdnem. Tehát ez azt jelenti, hogy még erre a szintre rájön körülbelül egy méter, másfél méter, még mindig biztonságosan vízzáró a kút. Gondolom akkor már inkább egomban van nagyobb probléma, mint a kutaknál. De ugyanígy mondhatnám az ablakos kutat is, hogy ott is megvan ez a egy méter, másfél méteres tartalék, sőt, mi több, a Csápos 3-as kút az meg jóval magasabb, egyébként a legjobb kapacitása ennek van, ugyanis 1965-ben történt egy árvíz, amikor építették a kutat, és akkor kiderült, hogy nem jó szintre szintezték be, és megemelték 3 méterrel. Hát itt lehet látni azt a különbséget. Tehát ha bármi történt, és le kell állítani a Csápos 2-es kutat, az ablakos kutat, még mindig a Csápos 3-as, ami tudott elmenni, mert még plusz rajta van másfél méter a másfél méteren. Ezt a képet azért tettem be ilyen szempontból, hogy lehessen látni, hogy például Erzsébet parkban ugye a vízzel elöntött terület az a Duna felüli rész teljes mértékben, és mivel az A00 a molnásforra megy, és a csapadék kivezetése ott a Nyíl irányába történik, a Duna irányába, ezért a ottani csatornaknak víz alatt vannak. Tehát hiába vízzárók a csatornaknak, tudjuk nagyon jó, hogy sajnos az a biztos, amit teljesen lezárunk, ezért rendszeresen szoktuk terhelni többek között homokzsákokkal. Többek között erre is kell készülnünk, hogy tudom azt, hogy ilyen szinten jön fel az árvíz. Erzsébet parkban le kell homokzsákozni, le kell terhelnem a fedlapokat, hogy ne kapja be még véletlenül se szivárgó vizeket, hiszen miért a Dunát emeljem át, rengeteg energiába kerül egyébként ez. Erről egy kép, ami a molnásoron, hogy hogyan védekeztünk akkor, ez egyébként az önkormányzat védekezése, ilyen szempontból mi csak besegítettünk nekik. Azt tudni kell, hogy a városban, árvízvédekezésben mi hivatalosan nem veszünk részt. A mi feladatunk a ivóvízellátás és a szennyvíz elvezetésnek a biztosítása. A város és a vízügyigazgatóságnak történik az árvízi védekezése, viszont mi folyamatosan besegítünk és ugye összedolgozunk. Ez egy nagyon szép kép volt egyébként, lehet látni, hogy a hajószint a tanáriaknak, a Árpádházi iskolának a tanári szintjében volt fönt, ami egyébként megdöbbentő. Amit el tudok mondani, ezt majd összefoglalóban említem is, hogy ez az árvízi védekezés olyan szempontból szervezettebbnek tűnt, és szervezettebb is volt, hiszen nem volt katasztrofa turizmus a Kis-Dunaparton. Tudtak dolgozni a kollégák. Ha kellett valahova vinni gyorsan a homokzsákot, oda tudták vinni.
és nem kerülgetni kellett az embereket, tehát a rendőrség, a polgárőrség tette a dolgát, és lezárta azt a területet, amit éppen kellett. Ez hatalmas egy előny volt egyébként a rendszeren. Itt lehet látni, ez egy érdekesség, aki sétált a Dunaparton, tapasztalhatott, hogy vannak kisebb szivárgások, ez éppen egy ilyen szivárgásnak a védekezése. Egyébként szakmailag ez nem az én területem, de nagyon pontosan meg kell lőni, hogy mennyit engedek ki a körbekerített részből vizet, és mennyit tartok vissza, hiszen eláztatni sem szabad, meg az sem szabad, hogy túl folyjon a víz, mert akkor megindulhat a Duna azon a járaton. Tehát ez egy érdekes játék ilyen szempontból. Ezt a kollégák tudják, aki a vízügyi igazgatóságon ezeket végzik. Milyen fontos teendőink vannak a folyamán, árvízvédelmi folyamán? Katasztrófavédelemmel kapcsolattartás. Nagyon fontos a víz mintavételezés. Ilyenkor megemeljük a vízben lévő klórtartalmat, hogy ne talántán bármiféle szennyeződés van a rendszerben, véletlenül se legyen egy másodlagos fertőzés, ne induljon el. Tehát ilyenkor, amikor a lakosságnál van, lehet érezni, hogy kicsit klórosabb a víz, magasabb a klórtartalom. Nem azért, mert baj van a vízzel, ez egy biztonság ilyen szempontból. Vízbázison szigorú ellenőrzések. Fontos a tolózáratnak az ellenőrzései. És itt említem meg, hogy most nem volt hál' Istennek csőtörésünk, de az előző árvízben 2002-ben Kisdaparton pont akkor jött egy csőtörés. Ott van egy 150-es öntött vas vezetékünk, és hát persze nem lehetett fölbontani, mert akkor Duna ilyenkor mindig veszes, hogy betör, tehát addig próbáltuk kezelni, hál' Istennek nagyobb szivárgás nem volt, nem kellett elzárni a rendszert, tehát folyamatosan volt vízellátás, de ezekre is oda kell figyelni, és folyamatosan egyeztetnünk kell a hatóságokkal. Ellenkező esetben egyébként nagyobb bajt tudunk csinálni mi, mint a maga az árvíz. A szennyvizes területen is tulajdonképpen a szennyvízátemelőknek a folyamatos ellenőrzés nagyon fontos, hiszen bármiféle meghibásodások vannak a szennyvízen, az a víz átemelését akadályozza, és tudjuk nagyon jó, hogy sajnos a csatornáink olyanok, amilyenek, egyesített rendszer van, régi csatorna, a talajvíz óhatatlanul beáramlik a csatorna rendszerében, tehát nekünk az átemelőkre nagy mértékben kell figyelni és figyelmet fordítani. Tártérségi, ami igencsak fontos szempont volt számunkra, hiszen Táton voltak problémák, és nagyon kemény védekezés történt ott, nem tudom, hogy tudják-e vagy nem, de ott nagyon sokat dolgoztak. Nekünk is meggyűlt a bajunk, nekünk a szennyvíztelepet tulajdonképpen ott üzemeltetjük, és ha látják az Únyi patakot, egész visszanyúlt a víz szennyvíztelep mögé. Tehát olyan magas volt a víz szintje, hogy egész a szennyvíztelep mögé nyúlt vissza a árvíz szintje, hogy mi a Únyi patak mentén védekeztünk szépen a telepet, tehát védtük, sőt, mi több a szomszédainkkal összedolgoztuk, hogy folyamatosan legyen a védekezés. Sajnos ugye nem tudtuk, hogy milyen talajviszonyokra számíthatunk, mivel a táti szennyvíz területet, vagy szennyvíz telepet olyan kb. 3 éve vettük át üzemeltetésre, és még nem volt tapasztalatunk az ilyen mértékű árvízre. Olyan talajviszonyok voltak, hogy ott a gát alatt átszivárgott a víz, tehát hiába védtük, de elkezdett bejönni a víz, emiatt nyúlgátat kellett építeni a épületek közé. Hál' Istennek már nem is védte a nyúlgát a területet, mivel nem emelkedett meg annyira a víz, hogy szükség lett volna rá, de biztonság kedvéért megcsináltuk, és a szennyvízet természetesen ilyenkor gravitációsan nem tudott kifolyni a telepről, hanem szivattyúval emeltük ki a szennyvízet, amit már megtisztítottunk. Maga a tisztítás technológiában nem volt változás, tehát tiszta vizet küldtünk át a Únyi patakba, semmilyen problémát nem okozott, inkább arra kellett figyelnünk, hogy a eszközöket, a épületeket meg kellett védenünk. Ez egy szép kép, hogy a utolepítőnél és a Parsa csatornánál éppen elkészült gátat lehet látni, és a kollégákat megbeszélik a teendőket, hogy még mit kell csinálni, annak érdekében, hogy ne legyen problémánk. Egy másik, amiről elején beszélgettem, ez a Dunalmás nyeszmély. Ezt másfél éve vettük át, semmilyen tapasztalatunk nem volt, tehát úgy kezdtük bele az árvízi védekezésbe, hogy még az előző üzemeltető sem tudott mondani semmit nekünk. Három fontos terület volt, egyik a kettes kútnak az üzemeltetése, a kettes kútról látjuk el ivóvízzel az egész térséget, Dunalmás nyeszmét, a másik a szennyvíztelep. A szennyvíztelepen nem volt probléma, már mentesített szinten van, tehát fönt van a hegyoldalban, ebből kifőleg semmilyen probléma nem volt. Viszont egy átemelő az meg éppen a elöntött területre volt, és egy érdekes volt ez a Vízi Molnár utca, úgy öntött el, hogy a utcának a bal partját elöntötte, a jobb partját meg védekezés volt.
Igen, csak a csatorna szegény az nem olyan, hogy ott is van bekötés. Tehát onnantól kezdve a vizet behoztam a rendszerben, vagyis gyorsan le kellett gátolni, homokzsákokkal a beömléseket meg kellett szüntetni, ahhoz, hogy a másik oldal lakosságának el tudjuk vezetni a szennyvizét. Ez egy nagyon gyors munka volt ilyen szempontból. És amivel nagyon oda kellett figyelni, ugye nem tudtuk a szinteket, hogy egyáltalán milyen szintre lehet számítani, ezért a kettes kútnál lehet látni, hogy az a piros vonalon kívül történik az elöntés, ott történt a védekezés a Dunalmáson, és a kettes kút az tulajdonképpen elöntött területen maradt, és nekünk kellett megoldani önállóan a védekezést. Tehát ott, ami jött víz, azzal nekünk számolni kellett. Itt már lehet látni, hogy a gáton szépen folyik át a víz, és azt is lehet látni, hogy túloldalon ott már megépítették, vagy négy sor gátat, tehát bőven pakoltak föl oda, mert arra a szintre kellett tervezni, és a víz szépen ömlik át a gáton, itt lehet látni, hogy teríti el a területet. Egyébként nem ez a víz öntötte el azt a területet, hanem biztos hallották a híreket, hogy átszakadt a töltés, a vasúti töltés, és igazából az volt a nagyobb vízmennyiség, ez kevés vízmennyiséget jelentett ilyen szempontból. Igen, ám csak ezt már lehet látni, hogy már tenger, ez napok, egy-két nap alatt ez így lezajlott, és itt így néz ki a kettes kutunk. És ezt kellett megvédenünk. A problémánk az volt alapvetően, hogy a gépházat védjük, és a gépházat sikerült megvédeni, letelepítettünk szivattyúkat, és itt lehet látni, hogy már teljesen tenger, ilyen mellégérő vízben, vagy nyakigérő víz volt, tehát csónakkal mentünk be, úgy történtek a üzemeltetések. Árvíz utáni teendőkről csak pár gondolatot, azon kívül, hogy takarítás, azon kívül, hogy a gépeknek a helyreállítását, azon kívül, hogy mindent visszaállítani, letisztítani, még egyszer ellenőrizni mindent, mint árvíz előtt, ezeket mind végig kellett zongorázni. Ahhoz, hogy tudjunk újraindulni, és mindez durván, hogy milyen költségekkel és mivel számoltunk, hát lehet látni, egy pár adatot írtam csak föl, hogy ez több mint 1500 alapórát, több mint 1100 túlórát teljesítettünk, ez csak a térségben, tehát csak a ivóvíz és szennyvízről beszélek. Gépkocsainkkal, és főleg itt amiatt, mert Dunalmás Neszmélyre kerülővel kellett menni, mert ugye nem lehetett elmenni a naparton, több mint 5000, majdnem 6000 kilométert autóztunk ebbe a 10 nap alatt, tehát volt futkosás, és hát a költségek azok olyan 30 millió van itt írva, de mindjárt mutatok egy képet, ez még rájön. Tehát ez a Táti úton itt történt egy árvíz esemény, ugyanis a víz megrongált a csatornát a talajmozgása következtében, és ez két nap alatt, vagy három nap alatt ez így nézett ki. Tehát a víz bemosta a homokot a csatornába, és amit onnan kimosott, ugye, az meg esett bele, csak ez a helyreállítási költsége kb. 25 millió. Ugyanis vissza kellett bontani addig, a csatorna megroppant teljesen, addig vissza kellett bontani, amíg a szinteket össze nem tudtuk hozni, és azt ugye ki kellett cserélni, aknákat telepíteni újra. Tehát ez a költség nincs benne a védekezés költségébe, ez még egy plusz költség ilyen szempontból. Tapasztalatok, ami egyébként nagyon fontos tapasztalatokat. Amit én is megtapasztaltam kint a területen, önkéntesek, nagyon lelkesek voltak, nagyon sokan voltak kint, és máshonnan is jöttek, tehát Pilisvörösvárról, Piliscsabáról szabadságot vettek ki, hogy pakolják a homokot. Ez hihetetlen összefogás volt ilyen szempontból. Amiről beszélgettem, a turistákat sikerült kizárni a védelmi vonalról, tehát a emberek, akiknek munkájuk volt, tudtak nyugodtan dolgozni, nem kellett a turistákat kerülgetni. Koordináció gyors, rövid. Koordinációk voltak, minden nap meg voltak a találkozók, minden nap tudtuk, hogy ki mit csinál. Még akkor is elmondtam az információt, ha nem volt nálunk probléma, de tudják, hogy éppen mit csinálunk. Nagyon fontosak ezek az összehangolások, hogy a hatóságok, a közművek tudják, hogy milyen gondjaik vannak, és mindenki tudjon a problémáról. A védelmi központban egy kollégáink folyamatosan 24 órás szolgálatban voltak fönt. Onnan kaptuk folyamatosan az információt, mire számíthatunk, mire nem számíthatunk, mi várható, és nekünk persze jelentéseket kellett adni, hogy állunk mi. Ott a katasztrófa központban nagyon jó volt ilyen szempontból a kontakt megint. Ami negatívum az, hogy alkalman a kifelé kommunikáció volt probléma. Tehát azt vettem észre, és azt vettük, hogy néha az emberek nem tudták, hogy éppen hova menjenek, vagy hol kell segíteni. Voltam kint Búbánatban, ott volt rengeteg ember, nem volt igazából úgy irányítva, ahogyan kellett volna. Én azt tapasztaltam, hogy ott, ha kicsit jobban odafigyeltek volna, akkor szerintem jobb lett volna a védekezésük is. Tehát, és ami fontos ilyen szempontban, a rémhírek.
Tehát akkor, amikor, nem durva példa, de majdnem, hogy Dorogról vagy Magyarorsbányáról telefonálnak, hogy el van fertőzve a víz, amikor ők nem is Dunavizet isznak, hanem karszvizet. Na mindegy, szóval olyan rémhírek indultak el a rendszeren, ami hihetetlen volt, és próbáltuk az ANTS-nek is mondani, hogy frissítsék folyamatosan az információkat. Tehát amit bemondanak, az lehet, hogy már 2 óra, 3 óra nem igaz, mert már megoldottuk a problémát. Tehát ez a maga a információ nem elég gyorsan áramlott a fogyasztók irány, vagy a lakosság irányába, én ezt tapasztaltam. És ami nagyon fontos, az utolsó mondat, én megéltem ezt, féltek az emberek. Tehát valóban féltek az emberek. Akkor, amikor a Mixarkában utcában leteszik a homokzsákot a kapuban, tudni kell, ha áttört volna a víz a gáton, akkor még a Mixarkában utca alatt egy méter, vagy fél méter áll meg a szint, meg beszinteztük. Tehát magasan van. Vagy Szent Tamás egyre vitték a homokzsákot, ledöbbentem. Tehát annyira féltek az emberek, hogy hihetetlen volt. Tehát ez is az információ áramlás és a kommunikációnak a része, véleményem szerint. Próbáltam összefoglalni, ami történt. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ha bármilyen kérdés van az eseményekkel kapcsolatban, nagyon szívesen elmondom, vagy tájékozatom önöket. Köszönöm. Én megkérem Szenes Lajos Tátváros polgármesterét, hogy egy pár mondatban ő is foglalja össze akár a tavalyi eseményeket, vagy az azóta eltelt védekezési... Nem tudom, maradhatok ülve? Persze. Köszönöm szépen, és köszönöm egyáltalán a bizalmat és a meghívást. Ugye kicsit történelembe visszatekintve, a nagy hadvezérek mindig attól voltak sikeresek, hogy nem a hadüzenet után kezdtek el fölkészülni a várható eseményekre. Én ezt most megköszönöm a Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóságnak és munkatársainak, hogy most egy évvel a havária után erre egyáltalán sor kerül, hogy a figyelem békeidőbe is ráirányuljon mindazokra a volt eseményekre, meg a vélelmezem, hogy előttünk álló következő feladatokra. Mivel nagyon sok árvízt volt alkalmam megélni, itt Botos úr hivatkozott az 1965-ös árvízre. Azt én már felnőtt emberként éltem meg, és ugye nincs két egyforma árvíz. Ugyanabban a környezetben sem ugyanúgy jelenik meg a következő, mint az elmúlt esemény. Ezért nagyon fontos, hogy a meglévő tapasztalatokat összegezzük, de nem várható előre, nem látható eseményekre készüljünk fel. És a 65-ös árvizet követő események arra irányították rá a figyelmet, hogy nem csak arról beszélünk, hogy megépítjük a védtöltést nyúlgátakkal, homokzsákokkal, fóliázott felületekkel, mert 65-ben ez még úgy, ahogy működőképes volt, azóta hál' Istennek nagyon jelentőset fejlődött az infrastruktúra. Rengeteg fejlesztést hajtottunk el a föld felszíne alatt, ami egy ilyen havária esetében egészen másképpen jelenik meg, mint egy infrastruktúra nélküli körülmények között. Tehát tudni kell, és nagyon okosan, bölcsen kell rákészülni, hogy az az infrastruktúra, amit a föld alá helyeztünk, ugye ivóvízhálózat, csatornarendszer, elektromos kábelhálózat, aztán gázvezetékhálózat, de mondanám a sajtónak, hogy az informatikai rendszer, hírközlés, kábelrendszere ugyanúgy a föld alatt van. Tehát egy ilyen árvízi eseményeknél ezeket a közszolgáltató rendszereket külön kell figyelemmel kísérni, és a működő képességüket minden határon túl biztosítani. Ez mondjuk az ivóvíz és a csatorna szolgáltatás esetében kivált, különös figyelmet kell, hogy kapjon, kapott is az elmúlt események során, ahogy Botos úr ezt mondotta volt, mert nem elég bevédeni a települést a víz frontvonalában megfelelő védelmi rendszerrel és fölkészültséggel, hogyha a talaj alatt a víz ugyanúgy be tud jutni a település mentett oldaláról. Arról nem is beszélve, hogy a mai életvitelünk, hál' Istennek,
ezeket az alapszolgáltatásokat teljesen természetesnek veszi, és úgy gondolkodunk, hogy jó, védünk a gátnál a Duna ellen, de attól még működni kell az alapszolgáltatásoknak, ivóvíznek kell lenni, csatorna működőképes kell, hogy legyen. És köszönöm, hogy kiemelted a prezentációba ezt a Táti szennyvíztelep védelmi rendszerét, mert a megelőző árvizeknél, amikor még nem a Észak-Dunántúli vízmű volt a szolgáltató, rengeteget küszködtünk az akkori szolgáltatóval, holott nem ekkora volt a vízszint, hanem ettől 50 cm-rel mondjuk alacsonyabb volt. De még belegondolni is borzalom, hogy egy ilyen alapszolgáltatás, egy ilyen árvízi esemény napokon keresztül lebénul, mondjuk, mint a csatorna rendszer, mert az ivóvízhálózat az hál' Istennek hermetikus zárt, de a csatorna rendszerre hiába mondjuk, hogy az egy zárt rendszer, abba be tudnak jutni felszíni vizek, talajvizek bizonyos mértékben, túltelítik a rendszert, és a Táti telephez visszatérve, mondjuk a 2010-es árvízi eseményeknél az volt a jellemző, árvízi és Duna árvíz, vagy hogy mondjam, tehát csapadékos időjárás és Dunai árvíz egybeesése során, hogy a szennyvíztelep terhelése a normál üzemi viszonyokat többszörösen meghaladta. Tehát azzal küszködtünk 2010-ben, hogy fent tudjuk tartani egyáltalán a tisztító rendszernek, meg a szennyvíz hálózatnak a működő képességét. Ez köszönet a Észak-Dunántúli vízműnek, most a tavalyi árvíz során sokkal szervezettebben, frappánsabban, szakmailag felkészültebben zajlott, és én azt hiszem, hogy ezeket a tapasztalatokat valamennyiünk leszűrtük, és a Jóisten ne segítsen bennünket egy újabb Dunai árvízzel, de föl kell készülni, mert tudni kell, hogy ezek a időjárás változási körülmények, ezek sajnos ezzel együtt járnak. Amikor én még polgármester lettem 98-ba, visszakértem a vízügyi igazgatóságtól azokat a statisztikai adatokat, hogy mondjuk a mi Duna szakaszunkon borítékolható olyan, milyen időközönként jelenik meg egy jelentős Dunai árhullám, akkor ez 9,8 évet jelentett. Ez volt, még egyszer mondom, 98-ban. 2000-ben sújtotta a társadalmat a tiszai árvizek sorozata, akkor én már mindig kopogtattam, hogy rendben van, mindent megteszünk, hogy a tiszai polgártársainknak segítsünk, de most már időkérdés, és a Duna kopogtatni fog, meg is tette ezt 2002-ben. És azt követően, nem tudom, hogy ebben van-e valamilyen politikai indítatás, vagy akármi, de 2002-től minden választási évben a Dunai árvíz, a Dunai árhullám megjelenik a térségbe. Remélem, hogy ez a 2014-es esztendő most egy jó értelemben vett kivétel lesz. Tehát én annak örülök, hogy így békeidőben, ugye váltunk erről szót, és jut el az emberekig ez az információ, mert ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy na, 2013. júniusában történt, ami történt, köszönet mindenkinek azért az összefogásért és közös eredményes munkáért, amit végre véghez vittünk. De ugye az emberek tudatában ez kicsit halványul kopik, tehát nagyon fontos, hogy ezen időben is, mondjuk egy év nem ünnepi évfordulónak szánja, gondolom a vízügy vagy a vízmű sem, de emlékezzünk vissza és készüljünk mindarra, ami esetleg ránk vár a jövőben. Én azt tudom mondani, hogy
nincs két egyforma árvíz. Tehát akár mennyire is, de változnak a körülmények, a folyónak a járási vagy víz viszonyai is módosulnak, és arra is nekünk itt a Duna jobb partján nagyon-nagyon rá kell készülni, hogy felborult az az egyensúly, ami a Duna két partja államközi szerződéseiben megfogalmazódott, hogy ugye azonos mértékű fejlesztések valósuljanak meg, hogy a védekezés is azonos szintű mértékű legyen, hogy a két oldalt ez a természeti katasztrófa, ha úgy tetszik, akkor azonos mértékbe sújtja. De ugye a Bős-Nagymarosi beruházással együtt a Duna balpartján megvalósult egy olyan töltésrendszer, ami az árvizek során a víz terülését sajnos a mi oldalunkon jeleníti meg. Bízom benne, hogy valamikor ez az egyensúlyi állapot is kezd majd kicsit helyreállni és megvalósulni, de addig ezekkel a körülményekkel kell tudnunk együtt élni. Én tehát lakosai nevében ezúton is köszönni szeretném a vízműnek azt a hozzáállását, amit a védekezés során nyújtott, a prezentációban ezt láthattuk. Ezek a híradásokban nem jelentek meg, ugye, mert a híradásokban tavaly a frontvonal eseményei voltak a főszereplők, holott ez a háttér munka és háttér tevékenység ugyanolyan fontos és annyira meghatározó, mint a fővédvonalon. Én kérem a térség polgárait, hogy úgy, ahogy a bölcs hadvezéreink tették annak idején, békeidőbe készüljünk mindenki a maga eszközrendszerével, hogy az ilyen haváriákat a lehető legokosabban, bölcsebben, leghatékonyabban tudjuk kezelni, és ha lehet még olyat kívánni, a lehető legköltsébb kímélőbb módon, mert ezek a védekezések hatalmas forrásokat igényelnek.